Egy nagyon ősi gyógymódot újítottunk föl, amire az emberiség Isten adta képességénél fogva mindenki alkalmas. Ez a kézrátételes gyógyítás, vagy a bioenergetika. Egy egyszerű gyakorlati példát szeretnék elmondani. A kisgyerek fut a kertben, játszik, elesik, megüti a térdét, sírva odaszalad anyukájához, anyukája fölveszi, megpuszígatja, megöleli, megcirógatja a fájdalmas részt, a fájdalom elmúlik, és a gyerek fut tovább. Ennyi és nem több a bioenergetika alapszinten. Lényegesen magasabb szinten, azonban tudományosan, sőt művészi szinten is lehet ezt művelni. Az ember az általunk ismert univerzum egyik legtökéletesebb energetikai rendszere, a végtelen univerzummal állandó kapcsolatban van. És abban az esetben, hogyha ez az energetikai rendszer valahol megsérül, betegségek keletkezhetnek. A holisztikus természetgyógyászat úgy szokta helyrehozni a betegséget, hogy információ hordozókat juttat a szervezetre. Ezek a vegetárius táplálkozás, a gyógynövényterápia, a különböző masszázsok, a geopatikus sugárból való kivétel, a lelki gyakorlatok, a meditáció, a relaxáció, az ima, és ebbe a nagy családba tartozik bele a bioenergetikai kezelés is. Ilyenkor leveszem ezeket a káros, negatív sugárzásokat, ami hát köztudott, hogy a betegség, a beteg sejteknek a információi, rossz információja, rossz rezgései hozzák létre. Most átkódolom azokat a beteg részeket, sejteket, és ezáltal meg fog szűnni. Mit érzel, Laci? Hát most még semmit. Pénteken még bottal jártam. Most kedv van, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Bot már nincs. Most nincs már bot, mert már tegnap megkezelt. Jó volt. Hatásos volt. Van az egeliféle vitalitásmérő, amivel bioenergiáját meg lehet mérni az embernek, a bioterét, és abból lehet következtetni, hogy milyen erőtérrel, gyógyító erőtérrel rendelkezik az illető. Van ennek rendes erőtere, úgy tudom, mert a Guinness Rekord a könyvébe is bekerült. Nem tudom pontosan az adatokat, de azt hiszem, hogy több mint 50 kilót tud bioenergiával a testén megtartani. Igen, az első világcsúcsom a Költsége volt Debrecenben, a második világcsúcsom Kecskeméten volt 1992. augusztus 22-én egy nemzetközi természetgyógyász kongresszus tiszteletére 51 kiló 10 dekát csináltam. Hát sok mindent csinál ezen kívül, embereket hipnotizál, tömegeket elgyűjt például. Így van, hát az energia olyan csodálatos dolgokat tud művelni embereknél, hogy ráhatással lehet bárkire lenni, akik fogékony, és akár több ezer kilométerről is, telefonon keresztül is ugyanúgy érzi a hatást. Most ez azt jelenti, hogy például rám is hatással tudna lenni? Tehát meg tudnád csinálni velem mondjuk, hogy itt van egy vasaló, és rám rakja rajta marad a vasaló? Tehát energiát át tudna adni hát neked is? Igen, ha megfelel a paramétereknek, ha nem szélesen mellett. Mert köztudott a szőrzet, azt tatítja az energiát. De gondolom, hogy sikerülni fog egy vasalót önre rárakni. Most hát valószínűleg tartom, hogy ezt az energiát azért nem elsősorban erre használja, tehát nyilván gyógyításra. Mit lehet gyógyítani? Mire jó ez az energia? Mindenféle betegséget gyógyít. Elsősorban egy betegség pszichés eredetű, vagy külső behatás útján keletkezik. Hát egy jó pár éve a szívemmel egy kis gondolt, éreztem, hogy van. Hát ez nem jó az ember, valamelyik alkatrészét érzi, hogy van. Hát, ugye Laci, mondhatom így, mert hát gyermekeimnél sokkal fiatalabb. És hát Laci megfogta itt a mellemet, a másik kezével a lapockát, és akkor egy nagy
forró átívelést éreztem a szívemmel keresztül. Most tanúsíthatom azt, hogy ön fiatal emberként viselkedik, hiszen a harmadik emeletre kapásból felszaladt, míg mi a liftet használtuk. Pontosan így van szó. Ez vágy nekem, hogy csoszogok már, mint egy 70 éves, pedig annyi idős vagyok. És most mióta látszik, hogy 3 kezelést csinált 3 hét alatt, hát Isten bizony, újjászülettem. Végső soron bekerültem a Guinness Rekordok blokkjába a könyvbe, és tényleg mikor is jelent meg tavaly októberben a könyv, a 95-ös, és 51 kilót írtak a... Legközelebb 75 kilót akarok csinálni. Patikám, én ehhez gratulálok. Köszönöm. Én éreztem szépen. Itt valamit, leültettél egy székbe. Igen. Akaratom ellenére. Néhány telefonálót, vagy csak úgy magától telefonálót, félig meggyógyítottál. Milyen érzés egyébként? Valami. Most valami alakul, az az erejé. Jó, olyan, közben a... adom az energiát, éreznek, hogy beszélgetünk addig a Lojzival. Jó. Én azt, van erről egy sajátos véleményem, hogy a gyógyászat nagyon komoly dolog. Emberek ezer évekig tanulják. Ennek többféle alternatívája van. Van ugye az orvosi egyetemeken és Európában végzett gyakorlat, meg a kémiai gyógymódok van, a kínai, meg mit tudom én. Megyen az energia? Igen. Nagyon jó, egyre jobban érzi. Ha valaki nem akar meggyógyulni, az soha az életben nem fog. És ezeknek a gyógymódoknak az az alapja és a lényege, hogy rá beszélje a beteget, tudod, hogy akarja meggyógyulni. Fájdalban van még, László? Tessék? Igen, nagyon komoly. Javult valamit? Igen, valamit. Még a balra se kerül egy kicsit. Bocsánatot kérek, Lojzi. László, mit mond? Hát igen, az, hogy javult, igen. Olyan, és olyan vese körül most már csak ott, eddig az egész hason fájt, most kész. Most ezt nem mondja komolyan. Hát de komolyan mondom. De ezt komolyan mondom. Ilyenkor bele lehet szólni? Nyugodtan kérdezzél, Jenőkém, hát azért vagy ilyenkor műsorvezető. Mit, hogy adod az energiát? Az éteren de keresztül. De hogy koncentrálsz? Hova koncentrálsz? Asztrális síkon. És asztrális. Tudod, hogy honnét telefonál a hölgy? Nem vagyok látnok, de gondolom, hogy Budapestről. Itt van még? Igen, Budapestről telefonálok. Jó. Pestről vagy Budáról? Pestről. Gondoltam. Igen. Hát eddig még ezt én is meg tudom csinálni, mert jó. Pestről vagy Budáról, a Pestről, ezt gondoltam. De én nem vagyok bioenergetikus. Nem vagyok. Nem a tizedik kerületből, véletlenül? De pontosan a tizedik kerületből. Na. Fantasztikus, nem? Akkor érez valamit a testében, már annyira veszel. Igen, kezdek megnyugodni, nem dobog, nem ver annyira a szívem. Na, ne is verjen, csak szépen. Igen. Hogy kell. Igen, mit igen. Érez, hölgyem? Hát... Ott koncentráljon a problémájára. Tulajdonképpen... Tessék mondani, hogy mit érez tulajdonképpen azt érzem, hogy kezd megnyugodni az a bizonyos... Más nem érez? Ilyen érzések nem keringenek a testében? Mintha kis ilyen hidegséget éreznék, hidegség. Úgy áramlik keresztül rajtam. De olyan bizsergés, zsibbadás... Pontosan... Melegség most. Pontosan, váltakozik, igen, egyébként is az érrendszerem is. Jó, tessék akkor megpróbálni, hogy mennyit tudtunk segíteni. 4 évig jártam az orvosokat, őrült ízületi fájdalmakkal, és különböző fürdő és gyógyszeres kúrákkal, hát mondhatom, hogy szinte semmi nem javult. Na, akkor tessék akkor próbálni, hogy sikerült. Azt, hogy jól érzem magam, egyáltalán nem fáj a hasam. Na, hála Isten! Nem tudom eldönteni, hogy ez most szemfényvesztés, és ezt azért merem megkockáztatni a te esetedben, mert tudom, hogy ezt te tudod, hogy nem sértésnek adom. Nem. Egyszerűen megpróbálom a nézők szemével és agyával, a nyelvemmel lereagálni azt, amit én most itt ebben az egyórában megfogtam. Éreztél valamit? Valamit éreztem, de hát beülök egy bárba, és a bűvész mutatványokat is érzem, amik szemfényvesztések. Ez nem látható volt, hanem érzékelhető volt. Ami a bejátszásban volt, pedig látható volt, és nem érzékelhető volt. Csak láttuk. Na, te érezted? Itt vagyok. Hát okosabb nem lettem.